Határozatot adott ki professzor dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere a köznevelési intézmények működését érintő veszélyhelyzeti intézkedésekről. A döntés értelmében az óvodákban március 8-ától április 6-áig rendkívüli szünetet rendelnek el, míg az iskolákban március 31-éig tantermen kívüli digitális munkarendben történik az oktatás, majd elkezdődik a tavaszi szünet. Az első nevelési, illetve tanítási nap április 7-e lesz. Az EMMI határozata külön hangsúlyozza, hogy az intézményekben gyermekfelügyeletet sem szerveznek. Az önkormányzatoknak, illetve a fenntartóknak a gyermekek, tanulók étkeztetését elvitel vagy kiszállítás formájában ez idő alatt is biztosítani kell. Az oktatási nevelési intézmények bezárása az alapfokú művészeti iskolákra is vonatkozik. A középiskolák a májusi, júniusi érettségi, valamint a szakmai vizsgákra történő felkészülés céljából ez idő alatt is szervezhetnek egyéni és kis csoportos konzultációkat, gyakorlati foglalkozásokat. Ezeket természetesen az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett tarthatják meg. Ugyanígy a kollégiumokban az intézményvezető engedélyezheti a lakhatást az érettségire készülőknek, illetve azoknak a tanulóknak, akiknek a személyi körülményei ezt méltányossági alapon indokolják. A középfokú iskolák megtarthatják a felvételi eljárás során meghirdetett szóbeli vizsgákat. A sportkollégiumokban a versenyszerűen sportolók részére az edzéseket legfeljebb 10 fős csoportokban tarthatják meg, és az elhelyezést és az étkezést is így kell biztosítani.